Sziasztok! Július 5-től a Max jármű, azaz a Top of the Tree kedvezménybe a T100RT tankkal kerül be az AMX M454 tankága mellett, és ugye a szovjetpiumi tankággal ezen a héten már foglalkoztunk. Megnézzük az RTTB-t, a T54 Lightweight-et, ami egyébként szinte ezen a tankágon a leghatékonyabb könnyű tank. Ma pedig ugye a T100RT-ről beszélünk, illetve nézzük meg néhány csatát ezzel a könnyű tankkal. Nos, én azt gondolom, hogy a T100RT nagyon sokáig a top 1 könnyű tank volt TR10-ben. Aztán, ugye bejött az EBR 105, ami alapvetően felkavarta az állóvizet a TR10-es könnyű tank metában. Egyszerűen, aki ebben a játékban jó akart lenni, annak a Panhard EBR 105-tel mindenféleképpen meg kellett tudnia játszani. Ezen kívül. Ugye a Manticore szerintem az új felszerelések miatt, amik ugye a spotter képességét tudják javítani a tanknak, egy elképesztően veszélyes döggé vált ilyen passzív fedrítő szerepkörre. Ezen kívül a 13-105, ugye a táros manikája miatt eléggé veszélyes ellenfél, nem utolsó sorban jobb spotter tank szerintem, mint a T100LT, és ott van a Panzerwagen, ami szintén felbuffoltak, ezért azt gondolom, hogy 24-ben a T100LT nem biztos, hogy befér a top 3 könnyű tankba. Ezért azt gondolom, hogy a T100RT 2024-ben nem biztos, hogy befér a top 3 könnyű tank közé. Alapvetően a T100RT még mindig ugye a páncérozottabb könnyű tankok kategóriába sorolható, viszont alapvetően eléggé gyenge a páncélzat, vagy inkább vékony, ezért ugye a kategóriában lévő legtöbb tank tudja overmatchelni a páncélzatát, azaz teljesen mindegy például egy IS-3-mal szemben, ami ugye már egy 122 mm-es körülbelre felszereltőveg rendelkezik, mire forgatod a T100RT oldalpáncázatát, ugye a Rigosi nem fog működni, ezért sokkal inkább ugye a kisebb körülbelre rendelkező tankokkal szemben tud a páncázat valamilyen szinten működőképessé válni. Egyébként ez jellemzően nem rossz arra, hogy a Counter-World a rivális külön tankrínókat TR10-ben, de alapvetően szerintem ez a tank kevésbé tud építeni ezekre a szögekre, mint az RTTB, vagy akár a T-50 Lightweight, egyszerűen azért, mert ugye sokkal nagyobb kaliberrel lőnek már ezen a szinten az ellenséges tankok. Alapvetően szerintem ez egy eléggé fúlos legénységi képzés, illetve íme a filmodok, amikkel nem rendelkeztem teljes mértékben, és az az igazság, hogy TR10-ben szerintem egy könnyű tanknak mindenféleképpen rendelkeznek kell ezekkel a filmodokkal, mert enélkül egyszerűen gyengén teljesít. Illetve alternatív loaderként használtam hozzá egy ilyen edzés turbo rammer megoldást. Az elsősorban olyan pályákra kell, ahol nem elsősorban a spotter építesz, hanem sokkal inkább a közelharcra. A T100RT nem egy rossz közelharci könnyű tank egyébként, egészen működőképes, főleg, hogyha nem a saját tírében lévő medekkel szemben kell helytelnia. Ezen kívül érdekességképpen mondom, hogy a prém lövedék, az alpi lövedék, ugye megnövelt penne rendelkezik, viszont brutál lassan száll, tehát ha ilyen 200, de inkább 300 méter fölött lőttök a célpontokra, az APC-t szinte kötelező jelleggel használni kell. A repászoromorúja pedig igazából semmit nem tud. Szóval tekintsétek meg a csatákat, az igazság, hogy nagyjából 5 órát szántam rá erre az RTTB T54 T100LT 3-asra, és nem igazán kaptam meg a spotter térképeket, egy-két kivételtől eltekintve. Szóval a meta TR10-ben a kintunk számára maradjunk annyiban, hogy nem a legkedvezőbb. Úgy látom, ez a matchmaking, ez nem akar kegyelmezni. Immesdorfon vagyunk, új TR10-ben. Olyan tankokkal szemben, amik hát megzobálnak bennünket. De van egy tervem. Tudom, mindig így kezdődik, de szerintem ez fog működni. Megpróbálunk rájátszani arra. Én hamarabb szóba érek, mint bármelyik ellenséges tank, leszámítva az ellenséges T100-el, de tudok haladni a hori miatt. Oké. Okay. Működik. Davaj, 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 davaj. Nagyon bízom benne, hogy az, hogy nem 100%-os a látótávolság, ez nem fog bennünket rátaláltatni. Kár rúgaddig.
nagyon jó. Jöhettek még. Ott van valami a háttérben. És azt már nem lehet bespottolni. Oké. Okay. 400 LT. Mit csinál az ellenséges 400 LT játékos? É, elrontotta a lövését. Köszönjük a részvételt. Dombon lévőket tudnám farmolni. Gyorsan. Úgy az FATD szemben lehet. Domb az ennyi volt. Jó, bespottolnak lövés után. Cserébe a csapat a balánt áttolta. Erről a lövésről beszéljünk. Jó, amúgy adnék egy ammóreket a 60 TP-re. Lát engem. Jó, be kell mennünk az FV meg a káró mögé, minél gyorsabban. Jó, a káró az menekül. Ott egy betoarti, nekem jobb kéznél. Nem tudom, minek húzom befedezék mögé, szinte mindenképpen ellő. Így is van. Jó, hogyan tovább? Na nyilván egyébként a nehéz szalakokkal kéne valahogy elbánni. Káró a többiek mögött. Nem tudok rámenni a káróra az FATD-től. Meg ugye amit nem tudok, hogy vajon az AX meg a Shift-én hol vannak. Tovább jöttek, visszaálltak. Az a baj, hogy egész addig, amíg az a kettő tank nincsen bespottolva, de menni a 60 TP-k meg egyszerűen túl rizikós. De meg kell próbálni. Jó, oké. Okay. Szerencsém van. Nem erre jöttek. Pézével kéne végezni. Nem kommentálom. A játék ezen a pontra azt mondja, hogy rohadjak meg. Egyébként igen, azt mondja a játék, hogy rohadjak meg. Hát akkor még egy 1v1-je az AX-el szemben, bár az amúgy egy vereség, mert nem tudom kilőni az AX-et 1v1-ben. Fog gyújtani és leégek, figyeld meg. Nem gyújt ide, amúgy lő nekem, szóval nem tudok lőni még egyet. Így de egy 43 sebzés. Most akárhogy, de a 43 sebzés az jobb volt, mint csak úgy kilőtt volna. Mi erről beszéltem nektek, hogy könnyű tankkal a játékmenet nagyon sok esetben kegyetlen. Ha kapok a könnyű tankkal egy ilyen matchmakinget, és nem csak immezzor, de akár kapok egy Ensket, egy Montempest, egy Airfieldet, jönnek ezek a super heavy tankok, és nem tudsz velük szemben mit csinálni. De sok esetben ugye flankerned kéne őket, de a pálya sok esetben nem ad erre lehetőséget.
És ha lehetséges, hogy ilyen helyzetben egy könnyű tankkal összeformolsz mondjuk 3000 sebzést, vagy akár még többet, de nem igazán van ennek a sebzésnek hatása a csatára. Igazából ezt a részt szerintem túl teljesítettük. Nézzünk, már nézzünk egy középkantört medekre. Érdekes. Azt gondoltam, hogy a Kránvágen majd megpróbál counterölni, hogyha látja, hogy lövöm, de nem történt semmi. Mondjuk, ha tippelnem kéne, akkor valószínűleg a 13-105 ott kempel bent abban a bokorban. Na, mindenképpen el kellene menni 1-es-2-esre. Nem, amúgy 100% itt áll bent a 13. Ezt mondjuk akár proxyból lehet majd deríteni. Minden igaz, aki most spottolt. Lehet, hogy rosszul helyezkedik. Most spot, semmi. Ha van egyébként esze ennek a 13-105-nek, úgy áll bent a bokorban, hogy nekem esélyem nem lesz felspottolni. Nem értem annyira a dolgot, de biztos, hogy megvan ennek a magyarázata. Mert a 13-105 az nem is játszott itt egyen, talán. Nem értem a dolgot, az a baj. Ez nekem ez nem egyértelmű. A 13-105-nek ebben a bokorban kellett játszania. Kérdés, hová ment? Nem tudom bevillantani. Nem csak a villantással vannak gondok. Az is probléma, hogy ha még be is villantom a célpontot, a többiek akkor sem tudják majd őket lőni. Közép. Mondjuk annak nem tudom, mi az értelme. Lehet egyébként, hogy a Kránvágen tudod, sírt, és 13 spottoljon középen, mert az ellenséges T-100 LT is középen van. Egyébként most, hogy ki van maxolva az átszázás képesség, azért brutálisan nehezen tudják bespotolni a T-100 LT-t.
nem hiszem egyébként annyira lenne, tudod, látótávolság az ellenfélnek, szóval szerintem engem nem tudnak már counterölni ezen a ponton. Vagy úgy unblock nem tudnak tenni semmit velem szemben. Az ellenfél ugye elveszette a spotter tankját. Ez a fullosan képzett T-100 érték egyetlen. Ja, ez így durva. Viszont haladjunk. Átszázási értékem valóban megírjuk ki maxolni. El kell menni az artiért, és nem van tökölni ezzel a csével, nem tudom, hogy van-e értelme. Már vége a körnek. Nagyon jól csinálja. Abban bízom, hogy talán az arti testét lehet használni, és akkor a csérem lő el bennünket. Hát ez így. Jó, hagyjuk. Hát ő engem akart. Amúgy olyan fura, hogy a csét, ezt a csét a legvégén senki nem lőtte el, pedig végigkergette a tankomat az egész térképen. Jó, oké. Győztünk. Hú, első kör a fullosan skillezett és képített T-100 LT-vel. Amúgy nem rossz. Most vágjátok, hogy már közel 5 óra játszom a játékkal, és nem kaptam még Prohót vagy Majnovkát. Még egyik térképet se adta meg a játék. A unikum játékos volt a csé. Ami mindenképpen spotolni kéne a bal oldalt. Ja, tudod mit? Nézzük már meg a középirú Wagen taxot. Át, ha bejön. Nem hiszem, hogy el tudnak lőni. Nem rendelkeznek annyira mozgékony tankokkal. Szerintem életészezeltével középre simán be tudok vágódni. Turbóval, ne viccelj. Szerintem easy peasy a történet. Ja, hát ez laza. Ó, oh, na ezt viszont nem láttam jönni. Nem tudom, ez nem tudom, hogy történik meg. Ez viszont így, what the fuck? Nem, amúgy szerintem ennek így ebben a formában nem szabad megtörténnie. Nem voltak gyors tankokkal, Kunzapanzer 430, ez nem kimondottan gyors járművek. Ez a baj, hogy nem a spotter loadáttal jöttem be. Ah, mindegy. Megoldjuk. Legalábbis megpróbáljuk megoldani. Valószínűleg a spotter pozíciót játssza a Manticore. Többiek nem vitték túlzásba a dolgot, de legalább tudjuk, hogy nekik is itt kemper egy-két tank. Tüzérség hasztutában tudj majd darálni őket, ha kipíkelnek, akkor a háttérben lévő tank tudnak majd dőni. Mivel ezek a tankok behúzódtak, feltétlenül a háttérben kemperő tank tudnak majd támadni. Jó lesz ez?
Nem bízom benne, hogy ők terveznek megbozzulni ebben a körben. Arra amúgy szükség volna, hogy ők azt mondják, hogy nyomnak mondjuk egy W-t például. Tankmester. Mondjuk a Huldan T-30 ellen sebességünk van. A nehéz tank oldal az elbukott, mert nem ment oda senki. Az baj, hogy sehova nem megyünk. Hát így mondjuk nehéz nyerni, bárhol. Legyünk őszinték a térképen, nem megyünk el sehová. Tehát ezekkel a medekkel mindenképpen valamit csinálni kéne. Ez a T-30 csak arra van, hogy engem előhessem. A T-30-ra kérek arra supportot, papok. Huszáv. Amúgy talán megérnék kicsit belassulni, mert most a többiek az vannak elfoglalva, hogy a bázis is bevédjék. Ó, az ilyen támadó jellegű dolog. Hibázott egyet. Eljött egy Manticore. Viszont a grillét innen el lehet fordulni. Az a baj, ez így ebben a formában nagyon nagy ó, várjál. Volt a Monty. Szóval onnan lőtte el bennünket. Amúgy talán még ezt megnyerhetjük. Nem egy tipikus, nem egy szopanyos kör, de talán tudjuk hozni a kötelezőt. Hát mindenket el is szeretjük. Szovjet pontosság. Egyszerűen lő oda a löveg. Nem tudok oda lőni. És hát nem azt, hogy nem tudok, hanem a löveg, az RNG nem oda lő, ahol szeretnék. Hú, és érkezett üzi a support. Mi a fön? Én mondtam nektek, hogy ki kell várni a dolgot. Mi a T-30 azóta szintre megmozdult. Aha. Mozgott valamennyit, de nem túl sokat, nem kell kétségbe esni. Jó. Hát legalább úgy még egyszer lőni kéne, úgy talán még ezen kívül még egyszer. De nem állt a szúrás volna. Lehet, hogy betölt a T-30 és elvisz bennünket. Ó, oh. Hát mondjuk az egy fordulat. Ellenséges tüzér, ismeri a W-t. Hát nem tudom, sztorítsatok! Mit tudok erre mondani? Lehet egyszerűen debbi lövés, nem akar oda menni a lövedék. Jó, alatt is előtte magát. Trekken a T-30. Előtte maga a T-30, hát akkor... Uram, itt az idő, hogy ezt befejezzük.
Hát ez nem osztogványos mérkőzésed volt. Az ilyesmiért egyébként kiakadt, és tegyük hozzá, hogy joggal akadt ki, mert ez tényleg egy nagyon fura mérkőzés volt Európa térképen. Még azon meglepődtem, hogy tudjuk menteni a kört. Tehát úgy voltam vele, hogy hát ez a csata, ez felejtős, ez gatya. Akkor az ellenfél betolt a három közepes tankról a közepet, abból egyet vesztettek el. Elesett a nehéz tank oldal, a csapattársak az F0-ban úgy döntöttek, hogy nem mozdulnak meg. Amikor ez megtörtént, azt gondoltam, hogy oké, hagyjuk, ezt fixen elveszítettük. De aztán ahhoz képest egészen visszahoztuk. A taktika meg meglepő működött, viszont nem tudom, hogyha az ellenfél kicsit bátrabban rám pussol, kimozdulnak a camper pozícióról, ami nem történt meg, és szerencsés helyzetben voltam, mert ugye leálltak kempelgetni, de ha ők ott kijönnek, akkor nem tudom, mi történt volna. Amúgy figyelj, attól függetlenül, hogy nem spotter lúdáttal voltam bent, kaptam egy federítőt. Nem olyan rossz. XP-ben top 3. Elfogadjuk.